ilyen tragédia lett ebből a félfrontális ütközésből, hiszen az amatőr felvételen jól látszik, az oszlop mellett emberek állnak. Valószínűleg illegális gyorsulási versenyt rendeztek Székesfehérváron, és ez alatt történt a baleset. A karambolt a nézők két irányból is rögzítették. Az autók nagy sebességgel haladtak, és sokan nézték az út mellett a manővereket. Az összejövetelen több mint 100-an is részt vehettek. A Fejér megyei autóklub vezetője elhatárolódik a szombati eseményektől. Mint Szabó Tamás mondja, korábban ők is szerveztek a hipermarket parkolójába találkozókat, de azok családi összejövetelek voltak versenyek nélkül. A klub vezetője szerint az illegális versenyek nem csak a sofőrök, hanem a közlekedők, valamint a nézők életét is veszélyeztetik. A nézők nem megfelelő távolságból nézték ezt az egészet, és így bármikor meg lehet a baj. És sajnos nincs itt a segítség időben, akkor sajnos nem tudunk mit csinálni. Úgyhogy én ezért is távolodok el ettől az illegális gyorsulási dolgoktól. Se engedély nincs rá, se az aszfalt minősége nem felel meg ennek. Valamint az épített autóknál sajnos a mai világban úgy csinálják meg az ilyen sufni tuningos autók, hogy van 200-250 lóerő, de a gyári fékekkel. Az autóklub vezetője hozzátette, az ilyen programok szervezője felelősséggel tartozik azokért az autósokért, akik részt vesznek a rendezvényén. A 20 éves fiatalember azonban a baleset után elhagyta a parkolót. A szervező a Facebookon hirdette meg az eseményt. Amikor megtörtént ez a baleset, több szemtanú jelezte, hogy amint megtörtént a baleset, ő elhagyta a helyszínt, hogy ő mossa kezét, hogy itt se volt. Na hát, hogyha valaki szervez, akkor teljes mellszélességgel álljon bele a felelősségbe, ha már nem tudta megelőzni a balesetet, legalább vállalja a következményeket. Péntek Sándor Opeles találkozókat szokott szervezni. Ő is felháborodott azon, hogy illegális versenyeket szervez ez az újonnan létrejött társaság. Nagyon-nagyon a felháborodás, ugyebár én gépkocsi vezető voltam a fejvári mentőszolgálatnál, és igazából nyilván az embereket fogom nézni legelső sorba. Az égen nem a koccanás sokkolt le, hanem ami történt az oszlop előtt, hogy 3-4 ember ott volt, és ha nincs ott az oszlop, tudja, hogy telébe veri a gyerek a járókerőket, vagyis a nézőket, mert ugyebár nézők voltak. A Székesfehérvári rendőrkapitányság munkatársai 3 vármegyei fiatalembert állítottak elő, akiket közúti veszélyeztetés büntet, valamint a helyszínt elhagyó sofőrt, aki megúszta az ütközést, közúti cserbenhagyás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, és vezetői engedélyeiket bevonták. Az illegális gyorsulási verseny kapcsán a város polgármestere közösségi oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy mások veszélyeztetése megengedhetetlen és tűrhetetlen. Csarpalkovics András azt tanácsolta a program résztvevőinek, hogy a Hungaroringen fejleszték vezetői képességüket. A polgármester kitért arra, hogy a közúti álmokfutásnak véget kell vetni, és ennek érdekében a hatóságokkal együttműködve lépnek fel.